Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát egy kis melplastika lesz a mai téma, mégpedig elmékedés filozófágatás lesz a szilikon merről. Mióta van szilikon mell a világban, hát most már azt mondjuk hogy jó pár tíz éve, orvosi kísérletek előzték meg a vezetését és ugye mióta ugye bebizonyították ezek a kísérletek, hogy nem testütegen a szilikonnak bizonyos fajtája, óriási léptékben fejlődik ez a tudomány, és az alakformálásnak, az esztétikának egy fontos szereplője lett ugye a szilikon, és elsősorban még manapság is ugye a mell implantátumok. Amikor egy nő úgy gondolja, hogy ezt megcsinálhatja magának, és szeretné megcsinálhatni magának, akkor mik a kiváltó okok? Lehet mondjuk az, hogy kicsi a melle, már szerinte kicsi a melle, és nagyobbat szeretne. A nagy mell az a hölgyek agyában, mert nem sok férfiében is, valamilyen szexuális szimbólum, meg a nőiességnek egy feltétlenül nagyon, -nagyon fontos mintaképe, ismérve, és nagyon sok ember úgy gondolja, nők férfiak vegyesen, hogy egy igazi nő, akkor igazi nő, ha a keble is elég méretes. Ebbe tudnék bőven ellen példákat mondani, de most ebben nem menjünk bele. Tehát nagyobbat szeretne ez az egyik. A másik, azt mondja, hogy nem tetszik a meglévőnek a formája, mondjuk neki körte alakul mellé, és ő világ életében azt szerette volna, hogyha úgy jött volna a természetre, hogy alma alakú legyen, és ez nem jött össze, majd ezen az orvostudomány változtatni fog. Hogy itt személyes igények a forma miatt mennyire fontosak, legalább annyira fontosak, mint a méret, nem tudom, valakinek ugyanolyan fontos és mondjuk ezért megy el orvoshoz, ez itt csinálhatja meg a melleit. Aztán vannak olyanok, amikor ugye bizonyos, akár orvosi beavatkozásnak köszönhetően, akár ugye a természet által előírt feladatoknak gondolok itt a szoptatás szülés után köszönhetően, ugye a mell nagyon-nagyon összeesik, megváltozik a formája, és nem lesz olyan esztétikus, mint volt, lógni fog, kisebb lesz, nem akarom sorolni az egyéb dolgokat, mindenki tudja, miről beszélek, és akkor úgy dönt a, a, hölgyike, hogy szeretné mindenképpen vagy az eredeti méretet visszahozni, vagy annál nagyobbat. És akkor le is jutottunk a kulcs szóhoz, ugye az annál nagyobbat. Ha valaki ugye nézegeti a szilikonvölgyet, tudom ajánlani kettő ilyen völgyet, ahol nagyon nagy tapasztalatokat lehet szerezni ebben a dologban Magyarországon, az egyik az a Lupa Beach, a másik pedig Siofokon, ugye a plázs, nyáron, csúcsidőben, ott azért bőven lehet így szemezgetni, és uh, ugye lehet látni egy olyan fajta mellett, amit észre sem vezető hogy csak egy szép feszes női kebelnek, és akkor látsz két hatalmas nagy ilyen, hát én nem tudom mi csodának, hogy hívjuk, tudának, fennes, teljes kannának, aminek akarjátok, karjátok nyilván rengeteg elnevezése van, azért, hogy irális méretű hatalmas nagy csöcsöket látsz, és ilyenkor az ember most nézeget, hogy ez most kell, nem kell, kinek szexis, kinek nem szexis. Kinek tetszik, kinek nem tetszik. Én nyilván a magam véleményét fogom elmondani, aztán mindenki úgy ítéli meg, hogy akarja. Hát az, hogy egy női kebel mondjuk szép formás, az mindenkinek tetszik. Most, hogy az szilikon vagy nem szilikon, ugye ezt ember általában, ha nem szakértő, én sem vagyok szakértő, ugye, ugye tapintás formájában tudná igazából meggyőződni erről, mert ugye ránézel, és ugye nem Félmezten a hölgy, hanem bikiri felsőbe van. Nagyon-nagyon sokan vannak, főleg a fiatalabb hölgyek, akiknek még annyira feszes a keble, hogy nem tud eldönteni, hogy most a szilikon vagy nem. Akkor is ott el tudod dönteni, mikor a méret irreális. Tehát van mondjuk egy vékony hölgyike, és van neki két hatalmas nagy kanna oda fölvarva. Ugye jól láthatóan a, a kör, ahogy ben van a szilikon betét, és nagyon büszkén hordja körbe-körbe. Most ez ki mennyire. Ö, ö, Kire, mennyire hat erre az izgatóan a férfiak közül, hát ez is ugye nagyon, -nagyon széles spektrumon mozog, nekem inkább kicsit nevetséges ez. Tehát amikor akkor meleg egyáltalán van, akinek úgy konkrétan nagyobb, mint a feje, nem tudok máshogy fogalmazni, és az egész hölgynek a, az egész mozgása, a tartása két nagy mellnek köszönhetően is ilyen szétesül lesz, és látszik, hogy az egész menetelés mondjuk a strandon arra irányul, hogy egyensúlyba tudja tartani magát, mert a két labda úgy rezeg, nyilván nem egyformán, hanem ellentétesen, és egy picit, külön koordinációs programot, szoftvert kell az agyba betölteni, hogy tudjon menni, akkor nekem ez már kicsit sok. Ilyenkor jön elő az a dolog, amiről beszéltem itt korábban, ez a testkép zavar, mikor valaki azt gondolja, hogy minél nagyobb melle, annál és annál szexisebb. Ugye erről plastikai sebészek tudnának beszélgetni. Egyen nekem is volt szerencsém beszélni, amikor ugye a hölgyek ez ugyanolyan, mint, a, mint amikor valaki, valaki ugye izmos akar lenni, és azt mondja, és úgy hogy soha nem lesz vége. Tehát minél izmosabb, izmosabb legyen. A nőknél ez úgy jön ki, hogy minél nagyobb melleket akar. Tehát amikor megunja ha teszem azt, mondok valamit a 415 köpcentist, akkor neki azonnal kell 528, nyilván nem tudom a számokat, csak körülbelül mondtam, és amikor ez is, akkor még nagyobb, még nagyobb, még nagyobb, és akkor a végén az egész egy ilyen torzó lesz. Hogy ez miért gondolja valaki, hogy ez szexi, azt nem tudom. Nekem a természetes mell, még ha az nem is tökéletes formájú, sokkal jobban tetszik, bármilyen hihetetlen, mint ezek a külön megcsinált mellek. Láttam nagyon, nagyon szép szilikon ciciket is, amiket tényleg visszafogottak, és pont méretarányos a hölgyen, de láttam nagyon, nagyon elbaszott dolgokat is, mikor tényleg az egész... Hát a karikatúra gyenge jelző hozzá, a karikatúrá röhög az ember, de ezen nem feltétlenül inkább az ember kicsit így szánakozik, hogy jól kibasztak a hölgyel. Ami egy nagyon fontos dolog az egészbe, és ami szerintem talán a legfontosabb az egészbe, hogy a a szilikon melleket a hölgyek, vagy drága hölgyeim ti, ezt nem miattunk csináltatjátok meg, ezt tudomású kevenni. Tehát én olyan palit, aki követelte ezt a kedvesétől, hogy mindenképpen meg kell csinálni a szilikon melleit, Melle, mellé a fel kell töltetni, be kell ültetni, olyan nem nagyon láttam, hallottam az ismertség de Biztos van ilyen, de hogyha ez a függvénye annak, hogy, hogy ti együtt maradjatok, vagy hogy kiteljesedjen a szexuális életetek, akkor rég baj van. most én most hogy megismerek egy hölgyet, és annak nincsenek szilikon mellei, és ugye mi, mi ugye együtt vagyunk, azért az hamar ki fog derülni, hogy én, én jól működök-e vele, vagy nem működök-e jó vele. Most kettő darab szilikon csöcs, hogyha ezt át tudja írni egy nem jól működést, akkor nagyon komoly bajok vannak, úgy gondolom. Tehát ott valószínű, hogy ilyen csöcs, fétisizmus van, vagy, vagy valami hasonló dolog, és nem igazából az embert szeretett, hanem valamilyen csöcsmániás vagy. Ha hosszabb ideig vagytok együtt, és ugye történnek bizonyos dolgokat, meséltem ugye, hogy, hogy asszonyka mondjuk szül, vagy ne adj Isten, történik egy olyan dolog, hogy beteg és egy műtétnek a nyoma során plastikázni kell a mellét, ez egy más dolog. De akkor is én azt gondolom, azt is meg lehet csinálni az eredetihez hasonló állapoda, nem kell kettő egy ilyen, egy ilyen, hát minek mondjam, egy ilyen atomgolyót főrakni, hogy, hogy minél jobban hivalkodósabb legyen. Általában azt hatták ezt mondani a, a, a plastikai sebészek is, mindenki, hogy van egy olyan méret, amikor, amikor a hölgy, hiába nincs hogy hozzá semmi köze, egy pornó változik, így külsőleg, mert akkorák annyira feltűnőek a, a cicik. És valóban így van, az emberek kell asszociálni, hogy, hogy tényleg ugye ezt látta pina.hu-n, hogy valakinek két hatalmas csöcse van egy kibaszott vékony testhez, és ez nyilván nem azt akarja dominálni, hogy a nő milyen szép, hanem szexuálisan mennyire izgató és mennyire vonzó. Hát már akinek mondom idő után szerintem kicsit ilyen karikaturisztikus jellege van az egésznek. De az biztos, hogy a hölgyek, ti ezt magatoknak csináltatjátok meg elsősorban, és azt gondoljátok, hogy innentől ti biztos sokkal vonzóbbak lesznek a férfiaknak. Biztos van egy olyan része, sőt, elég nagy része, aki ezt, ezt annyira nem tudja értékelni. Engem annyira ez nem érdekel hogy most valakinek két kurva nagy csöcse legyen, és attól ettől sokkal többre tudnám őt tenni magasabbra, mert ugye a testnek azért, ha már csak a testnél maradunk, ne vegyük elő itt még a, jellemet, a szellemet, az észt, semmit ne vegyünk elő, csak a testnél, a testnek több része is van, nem csak ugye két darab csöcs, hanem ott azért, hogyha már az alakról beszélünk, azért vannak lábak, fenék, has, és mondjuk se többi nem sorolhatnám, tehát teljesen egy arcocska, és ha föl van valra két darab csöcs, és a test többi része meg nincs megfelelően gondozva, nem szilikonra gondoltam, hanem akár kis mozgásra például, akkor az megint egy kicsit egy ilyen karika turisztikus látvány lesz, hogy ahogy, ahogy, említettem korábban. A másik része ennek a dolognak ugye a pénz. Na most, ő, mikor valakinek van vágya erre, hogy szeretné ezt megcsináltatni, és mondjuk ő arra gondol, hogy akkor meg kellene, akkor utána nézsz, ez mennyibe kerül. Hát nem vagyok egy nagy plastikai sebész szakértő, de azért körülbelül tud tiszta vagyok az állatokkal, hölgyek körülöttem sűrűn beszélgetnek, azért most egy, egy jó plastikai sebésznél, mondjuk egy, egy kezdő műcsöcsnek a felvarrása, ugye kettőnek, bocsánat, hogy párban vannak, az olyan 1 millió forint, pár százezer forint, ide vagy oda, körülbelül ennyi. Na most azért kurvára nem kevés pénz és akkor menni még bele kell számolni ugye a felépítési idődet, az egyéb járulékos költségeket, tehát nyugodtan egy másfél millió forintot beleszámolhatsz az egészbe, hogy ennyibe kerül az, hogy neked legyen két hatalmas nagy darab, vagy ne hatalmas nap, hanem hát nagy darab, hanem átlagos mellett. Most ez kinek sok pénz, kinek kevés, ez megint relatív, valakinek ez lófasz, valakinek elérhetetlen dolog. Én nagyon sok olyan lányt ismertem, ismerek, akinek ez az élete vágya, hogyha lesz egy kis pénze, akkor megcsinálhatja a benneit. Na most én ilyenkor el szoktam beszélgetni, hogy nem lenne fontosabb az, ha van másfél millió forintod, hogy még gyűjtögetsz hozzá egy kicsikét, is mondjuk tudom, hogy horror ingatlanárak vannak, de legalább elnézelődni, hogy valakivel együtt kivenni mondjuk egy albérletet, vagy talán valami olyan kis lakást, <coughs> olyan kis lakrészt bérelni, ahol előré tudok menni, vagy esetleg befektetni valami tanulmányokba ezt, vagy, vagy olyan dolog befektetni, amiből pénzem jön, tök mindegy micsoda, mert az, hogy most te berakadsz két nagy csöcsöt, akkor lehet, hogy szerencséd lesz, és találsz egy palit, aki ezért el fog tartani. Kicsi az rá, mert utána a pali gyorsan keres egy másikat, akinek még nagyobb csöcsön van. Vagy elmész a szexiparba dolgozni, ami általam abszolút nem lebecsülendő dolog, mindenki úgy keresi a kegyelét, ahogy akarja, és ott igenis ezek a dologgal <coughs> lehet érvényesülni, ha a többi is rendben van, meg ugye elsősorban a gyomrod is rendben van. Tehát amikor valakinek erre nincsen lóvéja, vagy nagyon kevés a pénze, vagy éppen a koszpénzből gazdálkodja ki úgy, hogy ezért inkább nem eszik, nem iszik, mert láttam már ilyet is, onnan nagyon, nagyon komoly bajok vannak. Tehát meg lesz neki utána nagy ezen a két cici, és ő arra vár, mivel élete egy hatalmas nagy vágyat teljesült, hogy minden meg fog változni. Hát azon kívül, hogy reggelenként, mikor fel kell, vagy este, mikor lefekszik, nézve a tükörbe, hogy nagy csodák nem fognak történni. Tehát azért azt tudomásuk hogy hölgyek, hogyha a titeket a palik a csöcsötök miatt választanak ki, akkor inkább azt a palit hagyjátok a faszomba. Tehát aki azt mondja, hogy, hogy most az a szerencsé, hogy kettő ilyen jó fasz a feszes gumilabda van itt a melleid helyén, vagy a nem bocsánat, és te csak ezé kell lesz nekem, és ezt érezteti, ha te azt mondod, hogy most szeretnéd kivetetni, szeretnéd kisebbre tetetni, akkor, akkor tényleg el kell gondolkodni, hogy itt, itt az ember probléma van. Mondom, külön számítva azokat a dolgokat, mikor sajnos a természet egyéb dolgai okán meg kell csináltatni a lehetőséget, van rá a ticiket, hogy tényleg, hogy legyenek, ne legyen ilyen senkinek, de amikor csupán csak ilyen nem is tudom milyen vágyak miatt, hogy nekem még nagyobb, még nagyobb, még nagyobb legyen, ott az egy picit kéne gondolkodni, hogy ez valóban, ez most nekem fontos, hogy másnak fontos, ha nekem fontos, akkor nekem ez annyira fontos, hogy egy csomó az életbe felrúgjak, ha másnak fontos, akkor ugyan már kinek. Ezeket az évekig kéne gondolgatni, szerintem ezeket a dolgokat. Aztán nyilván nem fogja senki sem végig gondolni, aki éppen ebben a folyamatban van. Benn. Van egy érdekes réteg még a hölgyeknél, akik kisebbre csináltatják a mellüket. Kétféle módon, ugye akinek természetes mellé van nagy, és mondjuk kicsit megereszkedett, akkor ugye csináltat egy kisebbet, mondjuk egy plasztikai betéttel. ez is meg tudom érteni, mert ugye zavarja ez a dolog, és azt még jobban meg tudom érteni. Ilyet is láttam már, sőt, <coughs> ismerettség körömben van olyan hölgy, aki megunta, semmiben nem volt hatalmas szilikon melleket, amúgy sem volt annyira hatalmas neki, de feltűnő, és azt mondta, hogy most már úgy gondolja, hogy nem kell neki ez, hogy mindenhol megbámulják, tegyék a tényleg át célzásokat, ne tudjon felvárni egy kivágott polót úgy, hogy valaki benne nézzen a mellei közé, a kisebbre, és sokkal-sokkal jobban érzi magát, azt mondja, ugyanúgy feszesek a mellei kemények, mert a szilikon ugyanúgy tartja, viszont nincs ez a fajta, hát erős pornós nézés. Ezt elmondtam, hogy miért van, ugye az emberek aszociálnak általában a feltűnő nagy mellekről egy bizonyos szakmára, és a férfiak, mivel tombol bennük a tesztoszteron, hát ilyenkor tesznek is megérzéseket. Na most nem tudom, melyik hölgynek teszi, esik ez jól, mert valakinek biztos igen. Sajnos a kultúránk nem csak a Youtube-on, nem csak a különböző közösségi portálokon, mindenhol megy a békasegge alá, és igenis, hogy egyre beugatnak az emberek a másnak az utcán, főleg hölgyeknek. Na most ez a hatalmas nagy szilikon mellek, főleg amikor valaki még alá is pócolja, vagy direkt kérkedik vele, ez direkt ad ezennek egy jó meleg talajt, hogy lehessen minél jobban beszólogatni, beugatni, befütyülni, szivogatni, így megbasználak, úgy kinyalnálak, ó te, édes Istenem, ilyen még nem láttam, stb. stb nincs gond, ha ezt valaki tudja kezelni, de én már nem értem azt, amikor valaki, én most sarkosan fog fogalmazni, nagyon szépen kérek mindenkit, hogy ne sértődjön meg, hogy amikor, amikor egy, egy, nő kurvának öltözik, akkor mit csodálkozik, hogy kurvának kezelik. Tehát az, hogy most valaki meg kim van a segjukái, majdnem addig fölvargott farmer rövidgatjában van, tudjátok, hogy a segge is így kiomlik. Egy olyan felső van rajta, hogy a mell közepéig simán ki van gombolva, és onnan még széthúzva, egészen bimbiig, például nyáron. Fölvesz hozzá egy nagyon szép magas sarkút, kifesti magát, és akkor szépen tipek topog, akkor nem kell csodálkozni, hogy az emberek, ha tetszik, ha nem, én is elítélem, nem szoktam ilyet csinálni, de van egy olyan réteg, aki ezt ugye felhívásnak tekinti, hogy igenis tenni kell egy megjegyzést. Én ezt szoktam mondani, azt mondani, hogy hát nem kell árulni magad drága, és akkor nincsen ilyen. Próbálj szolidabban öltözni. Az, hogy otthon a, a hálószobába a barátodnak, partnerodnak, vagy mondjuk egy ilyen zárt körű, haveri bulin, vagy mondjuk egy szórakozó helyen, te hogy öltöző ki, ez egy más dolog, de mondjuk a utcán végigmennem, mondjuk Budapesten a, a valamelyik körúton, amikor éppen sínfelújítás van, és a drága melósaink ott vannak 47-en, melegtől ugye, felhevülten, szomjasan, ugye ezt a látványt meglátják, hát nem azért, mert nekik és meg lejjebb lenne az intelligencia szintjük, hanem maradjunk annyiba, hogy náluk ez népszokás, biztos, hogy tesznek egy-két megjegyzést, és ilyenkor hölgyikénk, hát nem mindenki tudja egyformán helyén kezelni ezt a dolgot, <coughs> nagyon sokan Ugye elpirulnak, de az a legrosszabb, mikor hazamennek és nekiállnak panaszkodni a párjuknak, hogy ez miért van, hát én meg Mondani hogy arany bogaram tükörbe és akkor tudod, hogy miért van. Nyilván ez nem egy felmentés, de ez csak egy szélsőség, egy kis oldalág az egész torinak. Tehát a szilikon mellel, így összegezve, én azt mondom, hogy semmi nincsen. Meg kell találni a megfelelő méretet, megfelelő formát, és azt át kell gondolni, hogy valakinek ez mennyire kell, mennyire nem kell. Általában a hölgyek, hogyha okosak, akkor lesz a ülni a párjukkal, és megszokták beszélni, és nem csak azért, mert pénz kell rá, hogy a faszért majd kifizeti, hanem azért is, hogy ez valóban mennyire fontos az ő kapcsolatunknak. A hölgyike mondjuk el tudja mondani, hogy ez nem nagyon fontos, akkor a pari azt mondja, hogy legyen, ha neked ez ennyire fontos. De, de próbáljunk egy, egy olyan koglo, közös kompromisszumot kötni, ami, ami, talán nem két ilyen atomcsöcs, hanem egy átlag, ami azt mondja, hogy igenis látszik, hogy egy szép mellé van a hölgynek, viszont, mit tudom én, nem pattan róla le egy egy nyerges hontató a 240-nel nekihajt. Tehát körülbelül ezek a dolgok megvannak, akkor azt mondom, és belefér a költségvetésbe, tehát nem sokkal-sokkal fontosabb mondjuk a szilikon csöcs, mint hogy vegyek magamnak kettő kiflit meg egy tejet, mert elég lesz naponta csak egy fél is kettőnek, de a csöcs az fontosabb, akkor ez is belefér, és akkor talán mindkettőtnek boldog lesz, lesz az élete. Ha meg valakinek, hölgyeim, nincsenek egészségügyi problémái, nincsen olyan dolog, ami miatt neki feltétlenül eszteti ökóból meg kellene csináltatni a mellét, a szidje hogy nem ettől fog mellette maradni egy pali, akivel összejött, és nem ettől fog elmenni egy pali tőle, mert ilyen olyan a melle neki. Most mondom, nem az orvosi dolgokról beszélek, hanem egyébről. Tehát valaki azt mondja, hogy a pici a melle, nyilván akkor se volt hatalmas nagy, mikor meg is a palival, mégis jót. Az a pali el fog menni, akkor teljesen más oka van. És akkor kell egy önvizsgálatot tartani, hogy valóban Miért is vagyunk mi együtt, vagy miért jobb külön? Na szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!